Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra eheti nézőit. Ezúttal Háfra Noémivel fogunk beszélgetni a következő közel fél órában, majd meglátjuk, hogy mennyi lesz, és őszintén szóval én már nagyon vártam ezt a beszélgetést, ezt bevallom férfiasan, hiszen rengeteg kérdésem lesz majd hozzá Noémi, és gondolom Attilának is, hiszen természetesen ő is itt van velünk, de ha már ezzel kezdtem, akkor áruld el, hogy te hogy állsz az újságírókkal, meg a nyilatkozatokkal, meg ez olyan kötelező, rossz, olyan legyünk túl rajta, vagy szívesen beszélgetsz most velünk egyébként. Én nagyon örültem, hogy elsőre igent mondtál. Nem tudom, hogy vagy ezzel. Először is sziasztok! Szerintem ez amúgy egy nagyon jó kérdés számunkra a kézilabdázókhoz, mert lejövünk a pályáról meccs után, és akkor rögtön jönnek az újságírók, és nyilatkozni kell, de szerintem úgy vagyunk vele, hogy ha átgondoljuk, van egy kis időnk, még ha meccs hevébe is vagyunk, akkor tudunk válaszolni. Persze néha teherként érezzük, de szerintem eljön az a pillanat, amikor már azt mondjuk, hogy menjen, aminek mennie kell. Valaha valaki beszélt nektek erről, vagy tanított ezzel kapcsolatban titeket, hogy érdemes nyilatkozni, meg beszélgetni, meg kivel, meg mikor, tehát, vagy ez teljesen rátok van bízva mindenkinek, ahogy vérmérséklete, meg pillanatnyi kedve teszi ez. Hogy működik ez? Én személy szerint engem senki nem tanított meg, hogy hogyan is kell kommunikálni tényleg a médiában, hogyan is kell beszélni, miről beszélhetek, miről nem beszélhetek. Szerintem néha ezért is vagyok bajba, hogy most szeretnék-e nyilatkozni, vagy nem szeretnék, mert túl sok gondolat van a fejemben, hogy mit is szeretnék mondani, mit lehet mondani, és mit mindent nem lehet mondani. Mindent igen. Lehet. Igen, úgyhogy igazság szerint én saját magam fejlődésén mentem keresztül évről évre. Hát igen, visszagondolva a kezdetekre, hogy ő és szóismétlések, hát ahhoz képest mondjuk azt, hogy fejlődtem. Abszolút. Nekem erről az jutott eszembe, hogy végül is ma már egy picit talán jobb a helyzet, mert ugye a mi időnkben már volt tévé egyébként, annyira nem volt fekete-fehér. Akkor ugye a nyilatkozatoknak azért inkább csak az a formája volt, amit mondtál, hogy lejött a meccs végén, és akkor egyből valamit kellett mondanod, ami nyilván a legnehezebb műfaj, mert máshol jár az ember gondolata, vagy éppen csalódott, vagy nagyon örült, tehát nem tudja igazán elmondani feltétlenül, amit szeretne. De ma már például vannak ugye ilyen lehetőségek, mint a mai is, hogy az ember nyugodtan végig gondolva el tudja mondani esetleg azokat a gondolatait, amit máskor nem nagyon, illetve amit a mondjuk egy írásos interjúban, meg egy picit mindig másképp van, mert ott azért fél az ember, hogy nem úgy írják le, ahogy mondja. Itt pedig az a jó, hogy úgy látják, ahogy mondott pont. Úgyhogy szerintem ez a modern időknek egy jó találmánya, hogy a játékosok, edzők könnyebben el tudják mondani, ami a szívükön van. Na de ha már Attila szóba hozta a modern időket, akkor te hogy viszonyulsz a különböző kommentekhez? Mert ugye a kommunikáció gyakorlatilag 90%-ban a közösségi médiában zajlik. Te is ott vagy a kirakatban, ott vagytok. Te olvasod őket, és foglalkoztat, és megüt a guta, hogy már megint miket írtak, vagy egyszerűen nem veszel róluk tudomást? Most hazudnék, ha azt mondom, hogy nem olvasok semmit. Megakad a szemem egy-két kommenten, ami persze nem esik jól, de hát, és mindenki mondja, hogy nem foglalkozz vele, ne nézzed, és most már eljutottam arra a pontra, hogy igazából, hát vagy kikövetem az oldalakat, és akkor nem látom, vagy egyáltalán tényleg, hogyha látok egy cikket mondjuk magamról, vagy bármi a kézilabdával kapcsolatos, akkor inkább tovább pörgetem, de ha meg olyan, és érdekes, akkor csak a cikkre kattintok rá, és a kommentekbe bele se olvasok, mert igen.
Ez rossz hatása van, tehát elrontja az estédet, mondjuk, hogyha olvasol három olyan... Tudok rajta gondolkodni. Igen, tudok rajta gondolkodni, hogy már megint mit csináltam rosszul, vagy igaza van-e, vagy sem. Szóval tényleg azért, hogyha bántanak, akkor egy kicsit elgondolkozok. Ha meg persze ennyien, akkor elgondolkozok rajta, hogy akkor most tényleg velem van a baj, vagy mi történik. Igen, úgyhogy egy kicsit túl tudom vinni a helyzetet ilyenkor, vagy a páromat, vagy anyukámat felhívom, hogy ezt olvastam, és már megint miért olvastad el? És nem tudom, csak megakadt a szemem. És akkor megbeszéljük, de tovább megyek, és nem gondolkozok rajta túl sokáig. Na, akkor kezdjük, mert ez volt a bemelegítés. Egy ilyen nagyon egyszerűnek tűnő kérdéssel, de szerintem a te helyzetedben ez mégsem annyira egyszerű. Hogy vagy? És most nyilván nem egészségileg. Gondolom, mert az látszik. Kicsattansz egészségtől, hál' Istennek. Igen. Úgy van, köszönöm szépen. A lelked hogy van? Változó, hullámzó, egyszer jobban, egyszer rosszabbul, sokat rágódok dolgokon, szerintem már túl sokat is, de még most nem jutottam egyről a kettőre, hogy mi a megoldás számomra. Mármint az olyan megoldás, hogy most ezeket a negatív dolgokat teljesen kizárjam magam mellől, vagy tényleg gondolkozzak sokáig rajta, de úgy vagyok vele, hogy dolgoznom kell, és élvezem, amit csinálok. Egyelőre idáig jutottam, úgyhogy... úgyhogy igen. Arra gondoltam, nem tudom, hogy megengeded-e, de elmondanám a véleményemet arról, hogy én hogy látom azt, ami veled történik. Hogyha olyat mondok, amivel abszolút nem értesz egyet, akkor nyugodtan szakíts félbe. Hozzáteszem, hogy én azt az egész történetre azt gondolom, ez egy abszolút természetes folyamat, amin te most átmész az elmúlt időszakban. Nagyon sok hasonló karriert láttam már a férfi vagy női játékosoknál, azoknál, akik a legmagasabb szinten játszanak, vagy a legtehetségesebbek. Tehát én szerintem ez úgy zajlott, ez az egész sztori, ez a Háfra sztori. Én emlékszem még, amikor először láttalak az MTK-ban játszani, ilyen 17 éves lehettél, talán kb. Igen. És játszottatok egy meccset hiszem az Érd ellen, és egyszer csak bejöttél, és minden szituációban mindent belőttél a kapuba. És aztán utána hol középen játszottál, hol jobb oldalt, bal oldalt viszonylag keveset, és aztán egyszer csak jött egy időszak, hogy elkezdtél mindent mellé dobni, és akkor lecseréltek. Aztán utána megint bejöttél, szóval elég sokat játszottál, és akkor mondtam magamban, hogy fú, hát ez egy piszok tehetséges lány, és gondolom, hogy nem fog sokáig az MTK-ban játszani. És való igaz, hogy utána ugye nem sokára jött ez a junior világbajnokság, meg az egész hullám, aminek a tetejére kerültél, vagy kerültetek, és egyszer csak ismertek lettetek, és az egész ugye a Fradinak a kezdőcsapatáig, meg a válogatottig röpítettük a dolog. És akkor, amikor láttam a játékodat, akkor mindig az jutott eszembe, hogy hát az MTK-ban végig is ugyanezt csináltad, hogy egy nagyon spontán játékos volt, akinek nagyon jó adottságai voltak, fizikailag a korodhoz képest akkor előnybe voltál a többiekhez képest, és volt mondjuk egy olyan technikai repertoárod, ami nem volt nagyon-nagyon gazdag, de amit tudtál, azt nagyon-nagyon bizalommal jól csináltál. Volt egy jó lövésed test mellett, rövid előkészítéssel, bátran előd. Ati, másfél percnél tartasz, vigyázz, haladjunk, mert te fogod végig. Én nem úgy örömmel hallgattam. De ne, hát jó, húzzuk. Lehet, hogy, na mindegy. Szóval jól cseresztél, főleg a lövő kezeddel ellentétes irányba, és volt egy jó lövésed a középső szektorból, amikor jó előkészítettek, érkeztél nagy lendülettel.
És akkor ez a játék tulajdonképpen, ezek az elemek, amiket nagyon jól csináltál, ez tényleg odáig elvitt, hogy a válogatottban is, ugye a németországi VB-n gyakorlatilag a legjobb, nem gyakorlatilag, hanem biztos, hogy a legjobb magyar játékos voltál, és ott aztán be is választottak talán az All-Star-ba. És akkor innentől kezdve jött szerintem egy olyan folyamat, ami két tényezőből áll. Az egyik, hogy nyilván az ellenfelek elkezdtek készülni belőled, a védők, az ellenfél edzői kielemeztek, a kapusok elkezdték nézni, hogy honnan, hova húz a kezed, mit csinálsz, hogy csinálsz. A másik oldalon pedig a csapatodon belül, a Fradiban is, meg a vállalatodban is, egy státuszváltáson esti lát, mert abból a Háfra Noémi, akit beteszünk, gyerünk, Noni, lőjél, aztán ami eszedbe jut, az úgyis bejön. Egy felelősség került azért át, hogy hoppá, te vagy a legjobb játékos, most már azért lehet, hogy meg kell nézni, hogy mikor mit csinálsz. És azt hiszem, hogy ez minden fiatal játékosnál, aki hamar feljut a csúcsra, ez egy pillanat, ami elkövetkezik, hogy egyrészt megismerik, másrészt meg változtatnia kell valamit a játékán, hogy beépíteni új dolgokat, és az adott játék szituációkban a döntési, hogy is mondjam, a döntések nehezebbé válnak, mert amíg nem gondolkozik az ember, csak lő, az egy egyszerű dolog. Amikor már gondolkozik, hogy leadjam-e a beállónak, adjam, ideadjam, odaadjam, cselezzek, lőjek, akkor már benne van a hibázási lehetőség, és onnantól kezdve, ugye, ha nem jönnek a dolgok úgy, ahogy szeretnéd, akkor görcsössé válsz. Eddig mennyit tévedtem? Nem sokat. Nem is. Szinte tök jól elmondtad ezt az egész. Nem akartam ennyire visszamenni. Igen, ezt akartam, hogy nagyon jó. Ennyire nem akartam visszamenni, de végül is igen. Szóval ez a helyzet, és ehhez még jön hozzá. Szóval, hogy a fáradtság is néha, sok volt a kézilabda, akkor nem volt pihenőidőm, mert az utánpótlás volt nyáron, felnőtt válogatott volt télen, közben ugye a bajnokság is, akkor bajnoki meccsek, BL meccsek, és hát ez így szép fokozatosan szerintem ez is így hozzájött, hogy egy-két-három évig lehet úgy bírni, hogy nem pihensz, de utána azért már nem azt mondom, hogy fiatalnak számítok. Jó, még most is annak számítok, de azért fontos a regenerálódás, és az, hogy kikapcsoljam a fejemet, és hogy ne csak a kézilabdán legyen a hangsúly. Szóval most itt erre gondolok. Jó, ha egyetértetek, egy picit tekerjünk bele, mert szerintem Attila egyébként kiválóan összefoglalta valóban, hogy mi volt a kezdet, ugye már mint a te felnőtt profi karriered kezdete. De most már ugye benne vagyunk, benne vagy a közepében, és azért ezt kár lenne tagadni, azért ez egy hullámvölgy kellős közepe, amiben éppen vagy, szerintem ezt mindenki így gondolja. Mikor kezdődött ez? Én ugye csak oda tudom datálni, amikor a Fradiban szintén egy teljesen meghatározó húzó játékosból jött egy rosszabb időszakod. És ugye azt követte az eligazolásod Győrbe. Lehet tudni, hogy ott mi történt? Te tudod annak az okát, hogy... Mert ugye már nem úgy mentél el Győrbe sem, hogy úristen, kirúgom a házoldalát a Fradiban, és szórom a gólokat, hanem az már egy rossz periódus volt. Az minek volt a következménye? Igen, én amúgy ezt 19-re satszolnám amúgy pont, amikor volt ez a junior VB, francia EB, felnőtt EB. Na és akkor utána egy ilyen zuhanó repülésbe mentem le, mert persze készültek rám. Én azt éreztem, hogy teljesen ki vagyok fáradva, szóval, hogy semmi. És én ahhoz mennék vissza, hogy én nekem kellett a váltás. Abszolút kellett valami új impulzus, amit újra motiváció kell. Szóval én azt mondanám, hogy motiváltság hiányba. Tehát motiválatlan voltál. Igen, egy idő után már azt éreztem, hogy persze megvolt minden, szóval én nem is azt mondom, hogy nem volt meg semmi, hanem kellett az új, kellett egy, hát hogy is mondjam, friss leveg, világos, új. Jó, értem. Igen. Szóval, hogy én ezt nem is tudom máshogy mondani. És hogy jött ez a győri ajánlat? Ez váratlan volt, vagy ennek volt előzménye is, vagy... Egyértelmű volt, hogy elfogadod Ambrosz Martina, beszéltél előtte, ígért ő neked valamit. Erről azért nagyon keveset tudunk. Váratlanul ért, nagyon.
és pont akkor volt ugye az edzőváltás így Győrbe, szóval, vagyis hát igen, szóval igen, akkor volt itt az edzőváltás. Én nem tudtam, hogy Ambros Marti lesz az edző, és utána nem is beszéltünk nagyon, én csak belecsöppentem ide, hogy ő visszaérkezett, Magyar Kupán találkoztunk, és akkor nyáron beszélgettünk egy kicsit, hogy mi meg, hogy lesz a következő években, vagy évben. Tehát ezt tisztázzuk, akkor te nem az ő kívánság listáján szerepeltél? Tehát kinek a, ez Csaba fejéből, Barta Csaba fejéből pattant ki, hogy na, elhozzuk Háfra Noémit a Győrbe, mert itt jó lesz. Vagy akkor már zajlott az egyeztetés Ambros Martinnal, és azt, hogy nekem kéne ez a csaj. Még akkor nem zajlottak, úgyhogy igen, Barta Csaba által jöttem. És akkor utána jött az edzőváltás. Mert persze ez ugye egy, nem is tudom, mikor játszottunk ellenük, nem tudom. Erre már nem tudok visszajönni. Kora tavasz. Igen, kora tavasszal, és utána jött. Igen, hát amikor nagyon ugye, akkor már, igen, lett, akkor nekem már ugye meg volt a szerződésem a Győrrel. Lehet, hogy rosszul tudom, de én úgy vagyok informálva, hogy egyébként az akkori edző, a Danyi Gábor, például nem is nagyon lelkesedett az ötletél, hogy a Fradiból elhozzanak téged. De ez mindegy ebből a szempontból, csak hogy mennyire nem az Ambrosnak volt ez a döntése. Én oda kanyarodnék egy pillanatra vissza, ha megengedett, hogy ahogy mondtad, hogy új levegőre, váltásra volt szükséged. Ez szerintem arra volt válasz, amit korábban mondtál, hogy egyszerűen, most lehet, hogy ez hülyén hangzik így 19-20 évesen, de hogy egy kiégés jelei mutatkoztak rajtad, legalábbis a fizikai túlterheltségé, és az ettől való menekülés tulajdonképpen a klubváltás, ami ugye azt hiszem, hogy nyilván a te döntésed és a te felelősséged, hogy így döntöttél, de az, hogy abba a helyzetbe kerültél, amit az előbb jól leírtál a terheléssel kapcsolatban, azért az nem a te felelősséged, hanem azoké az edzőké, akik abban az időszakban nem figyeltek arra, hogy egy fiatal játékost azért nem kéne a végletekig csapágyasra hajtani. Hát ez csak az én véleményem, nem kell hozzá egyetértened, vagy sem. Igen, de jól mondtad, amúgy tényleg az olimpia után egy kiégési határon voltam. De ha már is tartunk, igen, elnézést. Nem, semmi nem baj. Nem csak erre kapcsolódik, hogy ez kiegészült még valamiféle, szóval nem tudom, milyen volt a kapcsolatotok Gáborral, Elek Gáborral, de ott megváltozott valami? Ez is eredményezte azt, hogy te úgy döntöttél, hogy na jó, nekem most innen mennem kell, új helyre, új edzőre, új impulzusokra van szükségem. Nem, ez nem? Abszolút nem. Mi nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt a Gáborral, és szerintem ez nem is volt köze, hogy én váltsak, tényleg annyi volt, hogy valami új kellett, de vissza igen a kiégéshez, hogy igen, voltak jelei, nagyon erős jelei voltak, és tehát nem sok kellett volna ahhoz, hogy én lerakjam, és azt mondjam, hogy akkor most ez itt elég volt. És most akkor álljunk meg egy pillanatra, mert a saját egészségemmel szórakozom, és nem a sérülések, mert nagyon lekopogom, nem voltak sérüléseim, ilyen nagyobb sérülésem, de hogy mentálisan olyan dolgok jöttek elő, amikkel nagyon nehezen amit nagyon nehezen mentem át rajtuk. Mondasz egy példát? Mondasz? Hú, hát egy pánikbetegség kapott el. Szóval volt olyan, hogy meccs előtt, egy fehérvári meccs előtt, fél időt nem tudtam játszani, mert lezsibbadtak a karjaim, a lába, végtagjaim, és ezt úgy lehetett volna megoldani, hogy egy kicsit megnyugszom, és nem pánikoltatom tovább magamat, de sajnos ez annyira jött, hogy nem kaptam levegőt, hányingerem volt, minden bajom volt, de hát ugye nem tudtam, hogy ez mi történik velem, így nem is tudtam a Gáborhoz se fordulni, most ez tavaly volt például, hogy ezt érzem, és hogy nem tudom, mi történik. Ez még Fradi játékosként volt? Igen, ez még Aha. akkor, szóval ez májustól kezdődött, és én végigcsináltam úgy a nyarat,
hogy volt olyan, hogy vezettem, és akkor jött rám ez a pánikos dolog. Szóval félre kellett állnom, és már mentőt akartam hívni magamhoz, hogy vigyenek el, mert nem kapok levegőt, és hogy el fogok ájulni, vagy meg fogok halni. Szóval ilyen gondolata, igen. És elmentél volt. Aztán pszichológushoz, vagy mi történt, vagy hogy sikerült ezt? Végigcsináltam az olimpiát, így jó messze voltam, ráadásul voltak, akik tudtak, és elmondtam nekik, hogy ez a problémám, és hogy ha ez elkap, akkor öleljenek meg, vagy bármi, ami ilyenkor, vagy hagyják, hogy sírjak, elvonulok és sírok, mert az jött például rám. És akkor hazajöttem az olimpiáról, és akkor elkezdtem pszichológussal dolgozni, és akkor hát azt mondta, hogy ez 2 év szokott lenni általában, mire kijön egy játékos belőle, de nem, ez most sok volt, de hogy kell egy pár hónap, mire egy játékos vagy egy sportoló kijön ebből, és én 4 nap alatt ki tudtam ebből jönni, úgyhogy ne jöjjön rám, hogyha felveszem az edzős cipőm egy remegés, vagy egy légszom, vagy bármilyen sírás például. Úgyhogy igen, ennyi a kiégésről. Ugye ez most a te személyedtől elkanyarodva, ez azért egy nyilván nem feltétlenül ilyen szinten, de azt hiszem, hogy ez azért sok játékosra előfordult már. Tehát én most nem akarok személyeskedni, de a fejemben van legalább 4-5 olyan játékos, lányok főleg, akik úgy indultak, mint te, a karrierje 17-8-9 évesen nagyon-nagyon sokat vártak tőle, és gyakorlatilag kiégették. És mire 21-22 évesen kellett volna a felnőtt mezőnyben már stabilan jól játszani, nem tudott, és van, aki 27-28 évesen kezd újra esetleg jól játszani. Nyilván neked is van 1-2 ötleted, hogy kikre gondolok, de azt hiszem, hogy itt azért nagyon nagy a felelőssége azoknak az edzőknek, meg azoknak a sportvezetőknek, akik körülveszik a játékosokat. Mert marha egyszerű mutogatni a játékosra, hogy nem értem, mi van vele, hát hogy játszik, hát eladja a labdákat, nézd meg, nem lehet betenni. De azért lehet, hogy egy-két embernek vissza kéne gondolnia, hogy hol hibázott. Egyébként pont tegnap olvastam, hogy a Valentin Port, gondolom, tudod kicsoda. Igen. Ő neki is most lemondta a válogatottságot, ő a francia válogatottnak a csapatkapitánya, mert olyan burnoutja van, kiégett, hogy komoly depresszióval kezelik pszichológusok. Tehát ez még egy 28 éves férfi játékossal is simán előfordulhat, és azt hiszem, hogy ezért ez alkati kérdés is, akik nagyon, nagyon adják magukat a játékhoz, tehát 100%-kal próbálnak mindent csinálni a pályán, mert azt hiszem, hogy te is ilyen fajta vagy, hogy nem tudsz egy picit visszalépni, hogy magadra nézd, hogy kéne, mit kéne csinálni, hanem amit bírok, és néha túl akarod a dolgokat. De azt hiszem, hogy ezt is meg kell tanulni aztán a játékosnak, és ebben a pszichológus biztos tud segíteni, hogy lehet, hogy néha egy lépéssel hátrább kell menni. Jársz még hozzá egyébként? Most már nagyon keveset kell járnom, és én pont ezért, mert meg kellett tanulnom ezt kezelni. Az elején furcsa ez, de ugye tehát energetizáltunk, mert ugye kimerültem, meditálnom kellett, pihennem kellett nagyon sokat, és most már megtanultam, meg elfogadtam. Szóval ez volt a legnehezebb, hogy nem tudtam elfogadni, mert nem tudtam, hogy mi történik. És amikor érzem is egy picit is, akkor csak annyit mondok magamnak, hogy ezt fogadd el, mert ilyen van, nincsen semmi probléma, mély levegőket kell venni, mert ugye a pánik, hogyha elkap, akkor ugye légszomi lesz, és akkor szépen meg kell állni tényleg, és le kell nyugtatni magamat. Jó, ez a pánik része. Ebből mi semmit sem láttunk őszintén. Szóval, mert én nem is szerettem volna ezt, hogy senki se tudja. Én amúgy nem is akartam erről nagyon beszélni, mert ez... Nem, köszönöm, hogy elmondtad. Szerintem ezt fontos tudni. Viszont amit láttunk, és lehet, hogy nem jól, és ez szintén lehet pszichológiai kérdés, hogy mintha túlzott bizonyítási vágy lenne benned, rágörcsölnél helyzetekre, és ezért kérdeztem, hogy jársz-e még esetleg a pszichológushoz, mert ugye
nem úgy alakultak a győri dolgok, egyelőre legalábbis, hogy tervezted, nyilván nem az volt a terv, hogy 5-6-8 perceket játszol a BL-ben, és látszik minden alkalommal, amikor a pályán vagy, hogy most bebizonyítom, most igen, most belövöm, és minthogyha ez kezdene átfordulni, és tényleg, hogy ez a nagy akarásnak kicsit nyögés a vége. Egyrészt, hogy ezt így érzed-e, másrészt, hogy ez ellen tudsz-e, akarsz-e tenni, nyilván akarsz, tudsz-e tenni, van-e benne segítséged, mert ebből is meg kell találnod a kiutat valahogy. Nagyon sok segítségem van amúgy, szóval a lányok, én őket tudom csak, mivel ugye csapat vagyunk, velük nagyon sokat beszélgetek róla, de visszatérve ez a megfelelni vágyás, igazából ugye új szisztémát tanulok éppenséggel Ambros Martin által, ugye ez egy teljesen más koncepció, amit ő elkezdett itt most velünk, mert nem velünk, folytatta úgymond azt a játékot, ugye valaki már régóta benne van, valaki jó erre a játékra, valakinek meg most kell megtanulnia. Én nekem ugye eddig az volt a feladatom, hogy menjek, lőjek, amit az Attila is elmondott, hogy lőjek, és most meg az van, hogy fel kell térképeznem a pályát, hogy ha itt a beálló, akkor nekem ide kell menni egyegyezni, ha itt a beálló, akkor kettő-kettőzni kell, és minden figurának megvan az adott lebontása. Jó, persze ezt most nem kell mondanom, de én nekem ezt újra fel kell építenem, hogy kell egyegyezni, hogyha ott a beálló, akkor kettő-kettőzni vele, a védekezés is teljesen más, úgyhogy igazából én erre mennék vissza a bizonyítási vágyba, mert ugye nagyon sok minden van a fejembe, és hogy én tökéletesen szeretném ezt megcsinálni, persze nem lehet tökéletesen, ezt is el kell fogadni, de hogy most kezdem érezni azt, hogy most már benne vannak a fejembe a lebontások, a figurák, ha bemondják, akkor nem idegeskedek, meg remegek, hogy hú, akkor mit is kell csinálnom, hol is van a beálló, mit is kell, kinek hogy passzolok, mit csinálok. Szóval most kezdem azt érezni magamon, hogy nyugszok meg, és szép lassan ez most már nyugodtan is menni fog. Azt hogy látod, hogy nyilván a Győr az egy történet. Ott van a sok világklasszis játékos, egy olyan közegben vagy, ahol mondjuk a játékosok nagyobb része többet tud nálad a kézilabdáról, főleg arról, amit az Ambros kér. És ehhez képest ugye ott van a magyar válogatott, ahol viszont nem így van alapállásból a helyzet. Viszont azt látjuk, hogy a válogatottban sem tudsz olyan teljesítményt nyújtani, sőt, a válogatottban inkább jellemző rád, hogy sokkal nagyobb hibazázalékkal játszol, mint a Győrben. Lehet, hogy a játékidő is nagyobb. De ezt hogy próbáld megoldani, hogy próbáld átvinni a válogatottba azokat a dolgokat, amit Győrben tanulsz, vagy kikapcsolod magad, és akkor várod, hogy mondja a válogatott edző, mit kell csinálni. Csak nem sikerül mindig, mert sok a hiba, vagy ezt hogy tudod a fejedbe átállítani, mert ezzel muszáj lesz megküzdened, mert a jó játékosok közül, azok a világban mind két csapatban játszanak, egy válogatottban, meg egy klubban, ahol adott esetben teljesen eltérő dolgokat kérnek tőlük. Bocsánat, ezt ki kell egészítenem egy kérdéssel, mert ide kapcsolódik, hogy mindezek fényében hogy élted meg, hogy legutóbb végül is nem voltál keretben a Spanyolország elleni mérkőzésen. Ugye erről mi is beszélgettünk itt Attilával, hát ezen azért nagyon felkapta a fejét. Mindenki nem fordult elő ilyen az elmúlt években. Ez mennyire ütött szíven téged? Azt mondom, hogy nagyon amúgy, mert hát én szerettem volna ott lenni és segíteni a csapaton, de erről nehéz is beszélni amúgy, mert igen, csalódott voltam, hogy nem voltam benne a csapatban, én megpróbáltam mindent megtenni, de sajnos a szerdai mérkőzésen nem ment, így ezt szóval úgy látta, hogy most lehet nélkülem is meg tudják oldani igazából. Nem akarlak téged kellemetlen helyzetbe hozni, Attilának mondom, nem baj, ha te is hallod, mert ugye múltkor mi ezt megbeszéltük, és akkor Attilának az volt a határozott véleménye, hogy ez egy nagyon rossz pedagógiai döntés volt Golovin Vlagyimirtől,
és eszembe jutott mindez, amikor Marco Rossi most kihirdette a magyar futballválogatott keretét benne a Videoton játékosokkal. Na most a Videoton mélyrepülés az mélyebb, mint a tiéd kézilabdában, és azt mondta Marco Rossi, hogy nem akarta az utolsó tört is beledöfni Fiolába és a többiekbe, és pont ezért meghívta őket a válogatottban. Igen. Ez a Vova döntése volt, én elfogadtam, és ennyi. Szóval. Oké, nem kérlek, nem tudom tovább. De próbálsz arra egy picit nekem válaszolni? Igen, elnézést. Amiről beszéltem, ez hogy játszódik le benned ez a két világ? Nagyon nehéz amúgy, mert szóval, hogy amit a Vova kért tőlem, azt én szerintem, szóval nem szerinte, teljes mértékben próbálom megcsinálni. Igen, próbálom megcsinálni. Néha vannak, igen, vitt mozgásaim, ugye, amit én most kezdek tanulni, ugye a Győrbe viszem a válogatottba, és azt ugye a többiek nem tudják úgy lereagálni, ezért mindig próbálok változtatni, hogy ők hozzájuk tudjak úgymond igazodni. Szóval, hogy én ezzel nem csinálok nagy feszültséget, vagy hogy is mondjam ezt, hogy most én a Győrből vitt dolgokat, ott az a válogatottban, amit kérnek tőlem, azt kell csinálni, amit a Győrben, azt meg úgy csinálom. De azért a válogatottban továbbra is az lenne a szerepet, hogy lőjed a gólokat, nem? Igen. Elméletileg. De akkor ott is megint a görcsösség jön elő? Tehát lehet, hogy ez nem is szakmai kérdés, hogy nem megy, hanem egyszerűen most benne vagy egy ilyen lefelé kúszó spirálban, és egyszerűen ilyenkor nagyon nehéz, nem? Igen. Szóval már régóta benne vagyok ebbe a úgymond formában. Nem mondom, hogy... Most már azt érzem, hogy kezdek kijönni belőle, szóval, hogy itt a Győrbe azért az utóbbi, oké, bajnoki meccsek voltak. Én nekem ugyanolyan fontos persze, hogy megy a játék, itt tök jól ment a játék is. És ugye elmentem a válogatottba, és utána jött egy rossz meccs. De ez szerintem normális, hogy hullámzó, hogy lesznek benne bökkenők. De most ott is ugye az volt, hogy felkerültem, és akkor meg akartam felelni, hogy valamit csináljak. De ugye nem jött össze. De ugye jött volna mond a következő meccs, mondjuk ez így nem annyira szép, de hogy akkor tudtam volna már javítani. Uh-huh. Összességében akkor nem vagy elkeseredve. Én úgy látom, hogy látod valahol a... fényt az alagút. Igen, végén. Most már... És bocsánat, és ez a fény Győrben van? Ezt most már muszáj megkérdeznem. Jó döntés volt? Utólag meghoznád még egyszer, és most már benne vagy. Maradsz, és kitartasz, és hatörik haszakat bebizonyítom, hogy én Győr játékos leszek, vagy azt mondod, hogy oké, adjatok kölcsön, elmegyek játszom valahol, felépítem magam újra. Nem. Én nem? Nagyon jól érzem itt magamat. Én nagyon, és nem bántam meg ezt a döntést, mert már most azt érzem, hogy sokkal többet tudok, és szituációkat megoldani, meg kapok annyi segítséget, itt mind a gyógytornától kezdve a fizió, a regenerálódás, és stb. Is sorolhatnám, vagy tényleg figyelmesség, vagy bárkihez is oda megyek, és megkérdezem, hogy ez a szituáció, ez hogy van, és elmagyarázza. Én nekem ez sokkal többet ér most, ebben a pillanatban, mint bármi. Egy picit talán olyan a helyzet, mint mikor most visszamegyünk 17 éves korban, az NCK-ba, ahol lassan ki kell harcolnod, hogy egyre többet legyél a pályán. Igen, nem? Igen. Pontosan ugyanaz a helyzet amúgy, tényleg így visszagondolva, mint hogyha tényleg újra szeretnék egy NB1-es játékos lenni. Olyan a helyzet, de nem baj, mert megéri minden perc, én azt érzem, hogy ez abszolút, és most tele vagyok már energiával is, motivált is vagyok teljesen, mert mondom, olyan lányokkal vagyok körülvéve, hogy teljesen átfordítottam a... Elmondod, hogy kik a volt, jó, gondolom a volt, vagy egyértelmű, hogy a volt fradisták? Nada,
Lukács Vica, vagy van rajtuk kívül még kik azok, akik... Ők is benne vannak, igen. De van itt egytől egyik bárkihez a külföldiek közül kivel vagy a legjobban? Hú, itt nincs, nem is vagyok, nem tudom, hogy legjobban. Az Ünhivel, a Riuval nagyon sokat szórakozunk egymással, de hogy ő is tud mutatni nekem mindig, hogy oké, balkezes. Hogy Ünhi? Ünhi. Aha, jó, ezt is igen, jó. Igen, Spine, Kari, ilyen bárkit, kapusokat, hogy hova lőjek, és olyan kapusok állnak tényleg benne a kapuba, hogy mindent tudnak rólam, és amikor lövök egy jó zicsert, vagy egy jó átlövést, oda jön pacsizni velem. Szóval, hogy annyira jó. Én nagyon szeretek itt lenni. Ez tényleg nagyon jó hallani, mert azt hiszem, hogy ez az út az, ami visszavezet oda, ahol voltál, és tulajdonképpen most ez hülye hangzik, de lehet, hogy el is kell felejtenünk azt a periódust, amikor a 17-es VB-n, ha jól emlékszem, ott volt először válogatottban, ugye? Igen. Hogy ott már a csúcson voltál, hanem az egy kis fejezet volt a múltban, és most kezdődik az új karrier időszak, és azt hiszem, hogyha ez így tudod építeni, akkor ennek a tetején meg viszont egy sokkal jobb, összetettebb játékossá válsz, és sok mindent fogsz tudni, amit akkor nem tudtál, például a védekezést, meg azt a fajta csapatjátékot, ami azért ahhoz, hogy valaki egy igazi klasszis legyen, ahhoz az kell, hogy a többiekkel is jól tudjon játszani, amellett, hogy maga is meg tudja lőni a 10 gólját, ha éppen egy olyan mérkőzés van. Igen, igen. Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy nagyjából minden nap meccset játszok, mert olyan játékosok ellen edzek, és minden nap van célkitűzés, hogy kit szeretnék jól kicselezni, vagy ki mellett szeretnék egy jó gólt lőni, vagy ki ellen szeretnék, na most már végre megfogom, mert nem tudom megfogni edzésen, vagy védekezésbe, úgyhogy én tényleg csak ez nagyon, nagyon pozitív vagyok, és motivált. Oké. Okay. És tök jó, engem egyébként rettenetesen megleptél, ezt megmondom őszintén. Én biztos voltam benne, hogy te minden nap azon töröd a fejed, hogy hol fogok már játszani, és már szórni a gólokat. Na oké, de mennyi időt adsz magadnak? Noni, ez most tök jó, amiket elmondtál, de mégiscsak perceket játszol a BL-ben. Ez nem lehet perspektíva hosszú távon, mert akkor a válogatottban sem tudsz, meg nem tudsz kiteljesedni. Mennyi időt adsz magadnak, hogy oké, de legalább egy fél időt játszanom kell, és azért el kell indulnom visszafelé. Nagy, én azt gondolom, hogy 23 éves vagyok, és még hosszú ideig játszhatok, és ezen mindig gondolkozok, de igazából szép lassan ez úgy is jönni fog, amikor már minden csinyát, binyát tudni fogok erről az egészről, akkor meg fogom kapni a lehetőséget, és most már érzem, hogy a bajnoki meccseken megkapom, majd a BL-en is meg fogom kapni. Hát figyelj, bölcs vagy, ezt tudom mondani neked. Igen, nekem igen. Most ebben nem, a pillanatban ez jutott eszembe. Hogy... Dolgozni kell, nagyon sok fájt a vállam, a derek, ezeket mind föl kell építeni. Szóval én nagyon hiszek most a munkába. Sokan mondják, hogy hát nem mindig kell a munkába, de én annyira hiszek a munkába, hogy magasabbra tudjak ugrani, hogy jobban tudjak lőni, tényleg ne fájjon két év után a vállam minden egyes lövésnél. Szóval, hogy én most ebbe hiszek a legjobban, és ha ez mind összeáll, és fejben is jó leszek, akkor utána majd úgy is jönni fog a játékidő is. Na mindenesetre én iszonyúan gyurkolok neked. Én is. Köszönöm. Tudod, igen, mond, bocsánat, aztán végeztem, elmondom, hogy mi jutott eszembe. Nem, tehát csak ennyit akartam mondani, hogy tényleg én a személy szerint én próbálok építő kritikával élni, mert az se jó, hogyha az ember, amikor nem jó, akkor azt mondják neki, hogy jó. Mert az se segít. Tehát szembe kell nézni néha a problémákkal, és akkor lehet előre menni. Úgyhogy abban biztos lehetsz, hogyha én olyat mondok, ami esetleg nem veszek jól neked, az csak azért van, mert szeretnélek vele segíteni. Jó, nekem? Hát... Abszolút. Igen. De látom, én úgy látom, hogy itt a kritika tűrőképességgel egyáltalán nincs
probléma. Megedződtem. Hát még ezt nem megedződtem. Ilyen rettenetesen fontosak ezek a beszélgetések. Tényleg, én egyik ámulatból a másikba esnem, itt 40 perc volt egyébként, de te most 40 perc alatt több mindent mondtál el magadról, mint amit szerintem eddig összesen, amióta úgy benne vagy a köztudatban, meg a fényben, és azért fontos, hogy elmondtad, és azért örülök nagyon, mert eddig ugye abból következtetnek az emberek, sajnos nagyon elhamarkodottan és nagyon, nagyon sommásan, amit látnak, amit gondolnak, elkényeztetett, túlfizetett sztárocskák, akik szaladgálnak a pályán, nincs gondolatuk, nincs, stb. Stb. És akkor kiülsz ide, és 40 percet egy olyan bölcs expozét tartasz, hogy komolyan, de hát ezt el kell mondani, mert ezt senki nem tudja így kitalálni, azt hiszem magától, úgyhogy tök jó, és köszönöm, hogy beszélgettél velünk. Nagy élmény. Én köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, és hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Köszönöm szépen, én is így érzem. Szia is! Mi ketten biztosan nagyon drukkulunk, és még sokan nagyon. Köszönöm szépen! Sziasztok! Sziasztok.